Tisztelettel köszöntelek benneteket, sziasztok, az M3 Autóparkban vagyunk, egy Honda Civicet fogunk megnézni, magyarországi, itthoni darab, 5 ajtós, 1.4-es benzines Civic, pontosan 2003 5. hóba került forgalomba ez a jármű Magyarországon, akkor is ugye itthon ugye nem máshonnan hozták, és ugye a rendszámát láttátok, Ilona Olga Ferenc 527. A járművünknek a tulajdonosa az M3 Autópark, és 25. 6-tól 26-ig műszakija van, tehát több mint 10 hónap műszaki vizsga van még rajta. Nagyon finom, csendes járású ez az 1.4 benzin 90 ló, az autónk ezüstmetál színű, vannak rajta kickarc, húzás, nyomás itt-ott, mindettől függetlenül egy használható, finom technika. Meg is hallgatjuk a motorját, és majd megyünk is vele, ahogy szoktuk. Ezek általában nagyon finom, csendesen járnak ezek a motorok. Szerintem 21 éves korára ez mindig teljesen normálisan jár. Ugye van benne ABS, találtam itt egy olajcsere címkét 23 5. hóból, tehát egy jó 1 évvel ezelőtt történt olajcsere. Ugye igazolt kilométerfutású, mivel én ügyfélkapun ugye kinyomtattam ezt a görbét, ezt a diagramot, lehet látni, hogy kerültek bele ugye a kilométerek szépen. Tehát 212 ezer, ha minden igaz, akkor cserélték ugye az olajat benne. Legalábbis a címke tanúsága szerint. Jó állapotú téli gumik vannak ezen az autó most jelen pillanatban. Nem lett lecserélve, itt át szegény nálunk várta a sorsát, hogy egyszer majd meghirdessük. Ezért a nyári gumiszettet azt benne is hagytuk, és majd föl lehet rá szerint, de én már le se cserélném ezt a téli gumit róla. A felni, ez Borbet márkájú alufelni, és a hátuljában is alufelni is a nyári gumi. Át kell csak csavarozni tulajdonképpen, szerintem ezek is még rendben vannak, egy évet biztos, hogy el lehet vele szaladni még. Benne vannak itt az acsiba, benne van a fejtámla, és benne a kalaptartó. Becsukjuk. Épek a lámpái, szépek. És mint mondottam, vannak rajta ilyen kis kirckarcok, például itt is egy pici, de mondom, használtában ez senkit nem fog akadályozni. A belseje szép, normális, nincs kikopva, nem cigis, nem kutyás, nem macskás, tiszta az autó, és mondhatom azt, hogy abszolút kopásmentes, 21 éves autót nézegetünk, ahhoz képest én azt gondolom, hogy gyönyörű szép, nézzétek meg a vezetőülést is, nincs kiülve, kiszakítva, az oldalrész is teljesen rendben van, nem cserélt, nem javított, úgyhogy tényleg rendben van. Automata, lefelé a baloldali üveg, tehát végig szalad az üveg, lefelé, fölfelé meg szakaszossal jön, innen tudjuk nyitni az autónk üzemanyag tank töltő nyílását, 255.598 van benne. Az autónknak a 2 gyári kulcsa megvan, van hozzá ilyen távirányító is még, manuális klímás az autó, egy gyári rádió, ami be van kapcsolva, kéri a kódot, kutya úristen, mert megkeresem, azt mondja, hogy 5-ös a kéziváltója, és itt ez a kinyomtatott papír koncertónál azt mondja, hogy 255.555-nél került ez az autó ide hozzánk, azóta itt van ugye nálunk, most kezdtük el a hirdetését, tehát látjuk a kilométerfutás szépen sorban, itt van velem a stáb, meg itt van a könyvecskéje az autónak. Na nézzük akkor, hogy néz ki itt belül még, találunk benne jobbról légzsákot, és ugye balról egy légzsákot, és akkor be is kötöm magam, megnézzük, még az egy kis lámpa világít rajta, íme, akkor most már így rendben vagyunk, és akkor gurulunk egyet. Van 2 jó kis spoilerünk, még hozzá balról és jobbról, ez jó dolog, nekem is van, esőbe mindenképpen jól jön, hogy tudjuk szellőztetni. A lányok elmentek a gringóval. Gyorsan utánuk sprintelek. Egyenesen szépen, jól áll a kormány. Most egy másik hölgyet fogok követni. Őt is elhagyom. Most már csak a telep felé megyünk. Szépen megy, jól húz, finom a kuplung, pontos a váltó, mint ahogy egy jó japán autónál ez megszokott. Nagyon jó pozícióban van különben ez a váltórudazat. Épp a szélvédője. Kis fordulatszámon is van nyomaték, onnan szépen elindul az autó, hogy befordultok kettesbe egy utcába, ilyen kis alacsony fordulatszámon, és elkezdem nyomni a gázt, és szépen elkezd jönni fölfelé. És rendkívül sokáig lehet nyomni neki különben a gázt. Fordulatszámére szépen oda fölmegy, amúgy különben pedig így körbeértünk. És még egy hátramenetet még letesztelünk rajta, jobbra-hátra, és már gurul is befelé az autónk, nagyon finoman, szépen, olyan kis japán műszeresen teszi a dolgát. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez az autó egybe van, nem a legnagyobb csodálattal fogtok itt majd nézni, hogy micsoda új autó, viszont használható, ez mindenképpen elmondható róla. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ne felejtsétek el megnyomni ezt a jelet, iratkozzatok fel a csatornánkra, és 1154 Budapest, Szentmihályi út 90 szám, nem fogtok eltévedni, itt a sarkon vagyunk. Sziasztok!